Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez már itt a péntek esti háttér. Egy a végzős általános iskolások és szüleik számára is nagyon fontos esemény zajlik adásunkkal egy időben. Idén is megrendezik ugyanis Cegléden a szakmák éjszakáját. Erről is fogunk beszélgetni itt a stúdióban Buncsák Gáborral, a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatójával. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Nagyon sokszor szoktuk mondani, amit a bevezetőmben is említettem, hogy nagyon fontos és hasznos, és talán nem a megfelelő környezetben mondjuk, és kicsit eltúlozva mondjuk, hogy fontos és hasznos, de ez a téma valóban nagyon fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló általános iskolások és a szülők is megismerkedjenek legfőképpen a hiány szakmákkal. Tavaly volt először ugye a szakmák éjszakája Cegléden, mi volt a tapasztalat, mekkora volt az érdeklődés akkor? Nagyon kedvező tapasztalatokat tudtunk leszűrni a tavalyi rendezvényből. Összességében mintegy 250-300 diák és hozzátartozó látogatott el valamelyik tagintézményünkbe. Ugye itt én mindig kicsit általánosabban beszélek, nem csak Ceglédről, hanem a két vidéki tagintézményünkről is, Monorról és Nagykátáról is, de természetesen a rendezvény sorozatunk központja az Ceglédre esik, hiszen itt van a három tagintézményünk. Ez a közel 250-300-as létszám, ez azt jelenti, hogyha ugye körforgásszerűen nézzük, minden helyszínre ellátogattak, tehát az egyes helyszíneket összességében közel 1000-en keresték föl. Ebből is kiindulva, illetve hát az országos nagyon kedvező tapasztalatok miatt úgy döntöttünk, hogy idén is marad ez a tavaszi áprilisi időpont, és ugyanúgy 6 órától 10 óráig tart a rendezvény sorozat. Ugyanabban a három tagintézményben várjuk idén is az érdeklődőket. Amivel viszont mindenképpen bővültünk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy még szorosabb kapcsolatba kerültünk a CEVASZ-szal és az ipartestülettel, és ennek köszönhetően több helyszínt tudunk most biztosítani kint a vállalkozásoknál, tehát céglátogatás szempontjából mindenképpen bővült a tavalyi paletta. Egészen pontosan mielőtt még az intézményekre, meg a cégekre rátérnénk, hogy hol fogadják a csoportokat, ki a célközönség, mert azt mondtam a bevezetőben, hogy a végzős általános iskolások, de nem teljesen pontos, mert hogy a hetedikesek, ha jól tudom. Sem fogjuk elzavarni, hogyha meglátogatnak minket, de az ő pályaválasztásuk az már megtörtént. Ugye pont ezen a héten érkeztek meg a felvételi rangsorok, úgyhogy elsősorban mi most a hetedikeseket, hatodikosokat és a szüleiket várjuk. Azt nagyon fontos kihangsúlyozni, és köszönöm, hogy mondta ön is. A szülők is jöjjenek el a gyerekekkel, és nézzék meg a lehetőségeket, hiszen a pályaválasztás ebben az időszakban még 14 éves korban nagyban függ a szülőktől is. Három iskolát, intézményt érint Cegléden ez a program. Melyik ez a három? A Közgazdaság és Informatikai Szakgimnázium, az Ungvári Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és a BEM Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola. Neveket most nem pontosan mondtam, de nagyon hosszúak lennének, hogyha ha a teljes. Az intézményekben, az iskolákban mit nézhetnek meg a gyerekek és a szülők? Elsősorban az ott felelhető szakma kínálatunkat próbáljuk népszerűsíteni, de ezt nem úgy kell most elképzelni, mint egy nyílt napot, hogy bejönnek hozzánk a nyolcadikosok, megnézik, konkrétan beülnek órákra, megnézik a gyakorlati tanműhelyeinket. Itt egy kicsit más aspektusból, más szemszögből közelítünk a szakmákhoz. Úgy mutatjuk be igazából a szakmát, mintha nem azt mutatnánk be. Tehát mondjuk egy villanyszerelést azt úgy közelítünk meg, hogy fénykardozhatnak a gyerekek neoncsövekkel, saját maguk fejleszthetnek áramot ahhoz, hogy internetezni tudjanak, és sorolhatnám, hogy az Ungváriban látványkonyhát üzemeltetünk, a közgázban belekóstolhatnak a tőzsdézés rejtelmeibe. Tehát egy picikét másképp próbáljuk népszerűsíteni mégiscsak azokat a szakmákat, amiket mi kínálunk. Játékosan és szórakoztatóan, ahogy azt egyébként manapság kell is. És a cégeknél mely cégekhez látogathatnak el? A cégeknél most a Commandorhoz tudjuk kivinni őket asztalos ipari szempontból, az MTC-hez itt ugye elsősorban CNC, esztergálás és fémipari képzéseket tudunk népszerűsíteni, illetve kivisszük őket az építkezésre és az uszodához.
ez mind-mind olyan szakma, olyan foglalkozás, amelyből nagyon kevés van, és rengeteg cég küzd Szegléden és a környékén is munkaerőhiánnyal. Említette a beszélgetésünk elején, ami nagyon fontos szerintem, hogy az ipartestülettel is felvették, és a CEVASZ-szal a kapcsolatot, így sokkal szorosabb és komplexebb lehet ez az együttműködés, és talán hatékonyabb is. Így van, közvetlen ingerek érnek minket is a vállalkozók részéről, és látjuk azt az óriási problémát, amit ugye minden nap hallunk most már a különböző országos médiumokból is, hogy munkaerő hiány van az országban. Ez már nem csak az országban, ez Szegléden is óriási probléma, és én mindig el szoktam mondani, hogy nagyon kényelmes helyzetben vagyok, mert mind az ipartestület, mind a CEVASZ nem jellemző módon, országosan nem jellemző módon aktív azon a területen, hogy a saját munkaerő utánpótlását biztosítani tudja. Szegléden egyébként mely szakmákban van a legnagyobb probléma, a legnagyobb hiány? A fémipar az egyértelműen minden egyes megbeszélésünkön előkerül, és hát természetesen igen az építőipar is. És ezt egyébként sajnos továbbra sem tükrözik a beiskolázási számaink, ha egy picit szabad most erről beszélnem, hiszen ez az aktuális, a szakmák éjszakája mellett természetesen az aktuális időszakunk. Szolgáltatásban, vendéglátóiparban, kereskedelemben továbbra sincsen gond, mind az ungvári, mind a közgáz jelentős létszámú diákkal rendelkezik már a következő tanévre is, de az ipari szakmákban a várt vagy remélt növekedés az továbbra is elmaradt. Mondjuk már annak is örülni tudunk, hogy szinten tudtuk tartani. Tehát ugye folyamatosan csökkenő gyereklétszám mellett az is egyfajta pozitív eredmény, hogy szinten tudtuk tartani a beiskolázási számait. Ugye most lehetne még hova fejlődni. Hát nyilvánvalóan. Ugye most a szakmák éjszakája kapcsán beszélgetünk, de a szakképzési centrum egyéb programokat szervez, amivel megpróbálja meggyőzni úgymond az általános iskolásokat, hogy egyébként egy jó szakma sokszor többet ér, mint egy használhatatlan diploma. Igen, mindent elkövetünk, minden lehetőséget igyekszünk megragadni, ahogy az iskoláinkat és a szakmáinkat népszerűsítsük. Nehéz elválasztani egymástól a kettőt, hiszen általában a pályaválasztásnál legalább annyira fontos az iskola, a tagintézmény szerepe is, mint hogy mi az a szakképesítés, amit választ az adott nebuló. Főként ugye a mi beiskolázási hadjáratunk az őszre tehető, tehát a szeptember, október, novemberi időszak. Minden intézményünkben nyílt napokat szervezünk, minden médiában, minden újságban, minden egyéb felületen igyekszünk megjelenni és népszerűsíteni a szakma kínálatunkat. És hát ha minden jól megy, akkor idén ősszel lesz egy rendhagyónak mondható próbálkozásunk is szintén a CEVASZ-szal és az ipartestülettel karöltve egyfajta szakma választó hetet próbálunk rendezni. Ez most még nagyon az elején tart a szervezése, de mindent elkövetünk, hogy egy újabb nagy dózist tudjunk nyújtani az érdeklődők számára. A cégek mit mondanak egyébként, ha már tavalyi első ilyen típusú szakmák éjszakájára visszatérhetünk, mennyire hasznos egy-egy ilyen program, hogy a gyerekek kézzel foghatóan is láthatják, hogy mit kell csinálni, miről szól egy-egy szakma. A cégek is azt mondják, amit én, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, viszont az ő szempontjukból az őszi időszakot érzik erőteljesebbnek. Tehát ez a tavaszi áprilisi időpont, ez egy picit ugye kívül esik az intenzív beiskolázási időszakon, de természetesen a hetedikes nem felejti el addigra, hogy mit látott áprilisban, de mindenképpen fontosnak tartják, hogy ezt megerősítsük még ősszel egy újabb hasonló rendezvénnyel. Fontos egyébként, hogy a szülőket és a gyerekeket külön-külön is valamiféle programmal kínálják, vagy az programba bevonják, fontos, vagy fontos, hogy együtt legyenek? Együtt is nagyon fontos, és hát főleg az a fontos, hogy a szülőt valamilyen formában meg tudjuk szólítani. Ez a legnagyobb problémánk, hogy még a diákokat csak-csak elérjük az általános iskolákon keresztül, de a pályaválasztás előtt álló diákok szüleivel nagyon nehéz a kommunikációt felvenni. Megyünk ugye minden pályaválasztási szülői értekezletre, amit az általános iskolák tartanak és amire hívnak bennünket, de viszonylag korlátozott számban szoktak részt venni ezen a szülők, úgyhogy azon dolgozunk, hogy valamilyen formában intenzívebb kapcsolatot
kapcsolatot tudjunk kialakítani a szülőkkel is. Tudom, hogy itt a közvetlen kontroll nagyon-nagyon nehézkes, meg talán nem is lehet, illetve csak a beiskolázási számokból derül ki, hogy a gyerekek valóban mennyire választják a kétkezi szakmákat, de a visszajelzések a tavalyi szakmák éjszakájáról mik voltak? Van-e olyan gyerek, aki konkrétan ott kapott kedvet ahhoz, hogy mondjuk egy szakmát válasszon, és ilyen irányba tanuljon tovább? A tavalyi, amikor meg lezajlott az rendezvény, akkor több tagintézményből jött vissza ilyen jelzés, hogy igenis nagyon sokan kedvet kaptak bizonyos szakképesítésekhez, szakmákhoz. Az, hogy konkrétan ezért választották-e, azt én most itt nem tudom megerősíteni. Ha szeptemberben beérkeznek ezek a diákok hozzánk, akkor lehet, hogy egy ilyen kérdőívet azért visszacsatolásként kitöltetünk velük, hogy ki hol ismerkedett meg először ezzel a szakmával, és hol fogalmazódott benne meg először az a döntés, hogy ő mégis ezt a szakmát szeretné tanulni. Nagyon kíváncsi lennék, tudom, hogy ez se egy jósolható dolog, de ön mit gondol, hány év kell ahhoz még, hogy egy kicsit enyhüljön ez a munkaerőhiány, és én valami azt szoktam mondani, hogy ugye egy alagútból legalább annyi idő kijönni, mint amennyit mentünk belefelé. Hát azt elmondhatjuk, hogy a szakképzés azért a rendszerváltást követően nem biztos, hogy a legideálisabb irányba indult el. Ugye a nagy cégek megszűnésével, privatizációval mindenki kereste a helyét, kereste az útját ebben az új rendszerben, és a szakképzés az talán legkésőbb találta meg. Az irány az most már jó. Ez én meggyőződésem, hogy az, amit most 2 éve próbálunk ezzel a szakképzési centrumos szerkezettel országosan megvalósítani, ez az irány, ez megfelelő és jó. Csak még nagyon hosszú időnek kell ahhoz eltelni, hogy ennek kézzelfogható eredményei legyenek. Mondanám nagyon szívesen, hogy 2-3 év, de én attól tartok, ez több lesz még. Hát még biztos, hogy nagyon sokat fogunk itt a stúdióban is beszélgetni erről, de nagyon sok sikert, és azért bizakodva kell ehhez hozzáállni. Kívánok! A szakmák éjszakájáról egyébként majd hétfőn kedves nézőink is láthatnak képeket a híradóban. Egy sikert elértünk, ma nem esik se a hó, se az eső, tehát az időjárás egy picit a kegyeinkbe fogadta a rendezvényünket, remélem, hogy sokan mozdultak meg. Igen, ez nagyon jó, hogy most már talán tavasz lesz tényleg. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, Háttér hétfőn is lesz, akkor is számítunk majd figyelmükre. Nagyon szép hétvégét, szép időt kívánok önöknek, viszontlátásra!